ilyen viselkedést, egy ilyen beállítottságot nem lehet megmagyarázni, és semmivel nem lehet megvédeni. Sok volt a Magyarországot Bite Zsolt ügye. A budapesti Kródi Gyula általános iskola pedagógiai asszisztense eldicsekedett vele, hogy gyerekekkel van szexuális kapcsolata. Nincs olyan indok, aminek alapján erre bármilyen elfogadható magyarázat adható lenne, hogy a neki kiszolgáltatott 15 éves gyerekkel a saját iskolájában ő ezt megteszi. Ez egy, az én szememben egy olyan mértékű erkölcsi fogyatékosság, ahol nekem nincs kérdésem. A válaszomat meg inkább el sem mondom, úgyis kitalálja. A tanár 14 éven aluli gyerekeket is behálozott. Külön szomorú vagyok, hogy a dolog Óbudán történt, de bárhol is történt volna, nagyon furcsánám, hogy Óbudán történt, ettől még külön úgy érzem magam, mint ha lábamra léptek volna. De az, hogy még képes volt vele eldicsekedni, meg ha jól értelmeztem, még fenyegetőzött is, ez az én szememben egy szimpla provokáció. Ez személyes vélemény. Mit tett volna István egy olyan helyzetbe, hogyha esetleg az ön gyerekkel kerül ilyen szituációba? Ezt inkább nem mondom meg.